Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Itt van karácsony közelünkben, és ezért az idei utolsó hittanórát Jézus Krisztus békefejedelme címen tartom meg. Jól lehet erőteljesen magáról a békéről szeretnék szólni, aminek nagyon nagy időszerűsége van, lévén, hogy háború dúl itt a szomszédba már február óta, és nem úgy néz ki a mostani fejlemények alapján sem, hogy egyhama befejeződnék, még a tűzszünetről sem akarnak tárgyalni, nem hogy a békéről, hanem újabb fegyverek szállításáról, újabb harcokról, aminek ki tudja, mi lesz a vége. Egy bizonyos, hogy itt ezek a népek megsínylik, illetve megszenvedik ezt a háborút, haszonélvezője pedig hát mindenképpen a fegyveripar, vagy olyan államok, akik közvetlenül nem érintettek itt a háború ügyében, sem a menekültek, sem a szenvedők és pusztulás közvetlensége nem érinti őket. De ez egy általános igazság, ezt a pápai enciklikák mondják, hogy maga az emberiség szenved vereséget minden háborúval. Hát a békéről nagyon szerte ágazóan lehetne szólni, maga a Szentírás is, a liturgia is, a pápai enciklikák is lépten nyomon a béke kérdésével foglalkoznak. Kifejezetten kinyitottam a bibliai konkordanciát, az Ó és Ú szövetségnek a teljes szókonkordanciáját. Hát oldalakon keresztül ír a békéről, hogy az Ószövetségben, az Új Szövetségben milyen módon emlegeti a Szentírás a békét. Aztán van a bibliai teológiai szótár, az abban különbözik a konkordanciától, hogy nem csak kikeresi azokat a helyeket, ahol a béke szó előfordul, legyen az Ó vagy Ó, Új Szövetség, hanem megpróbálja rendszerbe foglalni, hogy mit tanít a kinyilatkoztatás a békéről. Ugye a teológia az tudomány, méghozzá a természet fölötti, pontosabban az Istenről szóló gondolatoknak és ismereteknek a rendszere, márpedig a béke az szorosan kapcsolódik a Bibliában a béke Istenéhez, vagy Jézus Krisztushoz, vagy a moralitáshoz, az erkölcshöz, ami az isteni törvényekből ered. Hát a béke az egy olyasmi, ami egy általános vágy a jó akaratú emberekben. Nem véletlen, hogy a karácsonyi üzenet, miután dicsőséget hirdet az Istennek, hogy a békesség legyen az embereknek, mi hozzátesszük a jó akaratúaknak. Mert hát a rossz akaratú ember nem föltétlen akarja a békességet. De a jó akaratú embernek egy vágya az, hogy béke legyen körötte, sőt a természetébe bele is van írva a békességnek az igénye és annak keresése. Hát a Biblia az, ha így tagolom, akkor azt mondom, hogy az Ószövetségben az Isten békéjét, miután még nem ismert Jézus Krisztus személye, azt hozza,
a messiási jövendőlésükben benne van, hogy ő majd békét hoz, aztán Jézus Krisztusnak a békéje az az evangéliumokban már egyértelművé válik, majd pedig a Szentlélek elküldése után az apostoli iratok egyre többször mondják, hogy az a léleknek a gyümölcse, mármint a Szentléleknek, az a, ugye vannak a Szentléleknek adományai, meg gyümölcsei, hát a Szentlélekhez kötődnek. A zsidóságnak a köszönése, a shalom, egyébként az arabok is átveszik a szálemet, a szálem aleikumot, már azt a mindennapi vágyat fejezi ki, hogy az ember keresi a békét. És ez sokkal többet jelent, mint hogy nincs háború a Bibliában, hanem a mindennapi létezés, jólét, összhang a természettel, az Istennel, az embertársakkal való békés együttélést jelenti. És hát az is egy szimbolikus, hogy az Ószövetség fővárosa Jeruzsálem benne van a nevében, hogy a béke városa, legalábbis ez a vágy van benne, hogy ott majd béke lesz. És az Ószövetségnek a nagy királya Salamon, a békés ember, aki nem háborúzik és egyesíteni tudja a dávidi országot, birodalmat, és sok-sok gazdagsággal gyarapítja az országát, mert béke van. És a békességnek már az Ószövetségben benne van az a vonzata, hogy az Isten hittel, az Istenbe vetett reménnyel, az igazságossággal mindenképpen kapcsolódik. A hittel és az Istenbe vetett bizalommal maga a zsoltárok mondják, illetve a Szentírás más hely, hogy nincs a gonoszoknak, nincs az istenteleneknek, így is hozza, az istenteleneknek nincs békéje. Ezt ma is elmondhatjuk, hogy ahol háborúság van, ott nincs komoly Isten hit, ott nincs komoly Istenbe vetett remény és Isten szeretet. Egyáltalán nincs, lehet, hogy emlegetik, de az hiányzik. Tehát benne van az a gondolat, hogy szorosan kapcsolódik a békesség az Istenbe vetett bizalommal. És hát a pátriarkák is ezt tapasztalták meg, hogy azért nem kell nekik félni, mert Isten velük van, és az a békesség az az életüket átjárja, hogy békében halnak meg. Olvassuk a Szentírásban, hogy egy Ábrahám is békességgel tud meghalni. És már az elején is tudják azt, hogy kell az erőfeszítés hozzá, de az egy ajándék is, egy lelki jó, egy olyas valami, amit az Isten megad azoknak, akik benne bizakodnak. Ő a béke istene. Hát az Ószövetségben többször előjön, hogy áldozatot mutatnak be, Gedeon is, hogy az Isten békéje a mindennapjainak a részévé váljon, és a messiási profétai jövendőlések pedig hát minduntalan előhozzák, hogy majd az a messiási kor egy békességes kor lesz. De ugyanakkor látják azt is, hogy küzdelem van a békéért, és a proféták meg fölfigyeltek arra, illetve küzdenek az ellen, hogy a hamis béke, amikor azt mondják, hogy béke, biztonság, az nem biztos, hogy magában hordozza a békének a megvalósulását, és küzdenek, főként egy Jeremiás,
küzd az ellen, hogy ne ringassuk magunkat hamis békességben, amikor az nincs meg. A bölcsességi irodalom, hát ez egy késői terméke már az Ószövetségnek, és azért is mondják bölcsességi irodalomnak, mert tele van filozófiával. És azt is tudjuk, hogy itt kölcsönhatás van már a Szentírás írói és a Közel-Kelet, vagy inkább így mondanám, a görög bölcseletnek a gondolataival. És ez a bölcsességi irodalom pedig a személy halhatatlanságához köti, és ugye megállapítja azt, hogy az istentelenek szemébe úgy látszik, hogy egy ember veszített, fiatalon meghalt, ám nem így van, mondja a bölcsesség irodalom, mert ők halhatatlanok, Istennél vannak, a lelkük ott van az Istennél, és hát majd a föltámadás az majd teljessé teszi a békességet, és ekkortól jön az a meglátás az Ószövetségben, hogy a holtaknak is van békéje. Tehát, de azon nem azt értették, mint első hallásra gondolhatná a mai ember, hogy hát ne háborgassuk a sírjaikat. Legyenek ott, ugye, hát ez biztos, hogy beletartozik a békességbe, hogy adjuk meg a végtisztességet, legyenek tisztességgel eltemetve, és ha mód van rá, akkor hagyjuk ott őket, ahol el vannak szépen temetve. De itt a holtak békessége az Istenben való megnyugvást akarja már a bölcsesség irodalomban, ami majd előjön úgy szintén az evangélium, illetve az eszkatolikus irodalomban, a jelenések könyvében, vagy pedig hát a egyetemes és végleges békénél. Az új szövetség folytatja ezt a gondolatkört a békéről, de Jézus Krisztus személyéhez köti már. Hát a fejlődés Isten békéje után a Jézus személyéhez, az általa hozott békéhez kapcsolja ezt az életállapotot, amikor a kiteljesedés, a harmónia, a belső lelki egyensúly megvalósul. És hát továbbra is fönnáll az az igazság, hogy semmiképpen sem a háborúnak a hiánya, csupán Jézus Krisztusnak a békéje. És hát ha az evangéliumokra gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy kiemelnek egy-egy gondolatot a békességről Jézus Krisztussal kapcsolatban. Hát miután most itt van már karácsony ünnepe, a Jézus gyermekkorát elbeszélő Lukács evangélista, az kiemeli azt, hogy béke van. És az angyalok is békét hirdetnek. Megjegyzem, a világtörténelemben is egy nagyon rövid időre akkor béke volt, Augustus császár idején. Hát a rómaiak is örökké hadakoztak, meg a kiskirályok is hadakoztak, de abban az időben, amikor Jézus megszületett, béke volt. Ez volt a Pax Romana, Róma békéje. Persze az azon alapút, amit Vegetius Renatus mondott egy később, ez a hadtudományi író, hogy civis pacem parabellum, ha békét akarsz, készülj a háborúra, hogy hát olyan erős, hatalmas Róma, hogy a kisebb királyok meg nemzetek föl sem mernek lázadni. De lényeg az, hogy Augustus idején béke volt, ezért is lehetett kiadni a népszámlálási parancsot. Hát az nyilván egy nem szociológiai fölmérés akart lenni, hogy hát most hol és mennyien laknak, az az adóztatással volt kapcsolatban,
a császár tudni akarta, hogy a birodalmában mennyi olyan ember van, akit lehet adóztatni. És hát így van ez, hogy meghirdetik a népszámlálást, hogy mindenki menjen el arra a helyre, ahol született, mert így föl lehet mérni, és lehet számítást tenni, hogy mennyi a birodalomnak a GDP-je, mondhatnánk a mai szóval. De az érdekes, hogy ugye van egy nagy hatalmi törekvés, azzal kapcsolatos egy népáramlat, benne a kis embereknek a megpróbáltatása, benne Szűz Máriáé, Szent Józsefé, és akkor ilyen körülmények között születik meg Jézus, de utána nem sokkal már neki se lett békessége, hiszen Heródes üldözést indított el a 2 éven aluli gyermekek számára, veszélyt jelentettek, és neki is menekülnie kellett. Tehát ott csak egy ilyen pillanatnyi béke volt, de mégis így mutatja be az evangélista, hogy ő a béke királya. És amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor is mondják, hogy a béke királya, ő elhozza, valamiképpen reménykedtek is a zsidók, hogy na most ez a salamoni békesség visszatér, de Jézus éppen Lukács evangéliumában lehűtötte ezeket a evilági vágyakat, hogy olyan béke nem lesz, mint amire ők vágynak. Mert nagyon keményen fogalmaz. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, hanem hogy küzdelmet, harcot is, és szembeállítsam az embereket, még a családján belül is, a anyát a lányával, a menyet az anyósával, és így tovább. Hát most mire vonatkozik ez? Lehetne azt mondani gúnyorosan, hogy na hát itt a Biblia, amiben mindenki megtalálja maga igazát, hogy hát ha neked azt kell, hogy legyen béke, akkor olvasd el, hogy béke a jó akarat embereknek, azt kell, hogy háború, akkor olvasd el azt, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem harcot. Az összefüggéseket kell nézni, hogy Jézus arról beszél, hogy az ő tanítása kiváltja az ellenkezést. Tehát amit ő tanít, az nem fogadható-e mindenki számára, az üdvösségnek, az evangéliumnak a karaktere olyan, hogy választás elé állítja az embereket. Már az ő személye is Jézusnak választás elé állította, ezért is kérdezi másut, hogy kinek tartanak engem az emberek. Tehát az a béke, amit Jézus hoz, nem egy olyan kompromisszumos béke, amiben az van, hogy jaj, semmit ki nem merjünk mondani, csak hogy ne legyen háborúság. Hát ugye ezt érik meg sokszor az emberek magában a családokban is, hogy vannak tabu témák, amit véletlenül se lehet előhozni, mert akkor abból csak háborúság lesz. Hát legújabban az van, hogy a világnézeti, meg a politikai felfogás az úgy általában családokon belül is szokott különbséget, vagy néha még összetűzést is hozni. És akkor azt mondja, akkor ne is emlékezzük, akkor legyünk úgy, hogy mintha ez nem is volna része az életünknek. De ugyanakkor magunk meg másként gondolkodunk. Tehát azért ez megint csak olyan hamis dolog, hogy hát együtt enni, inni tudunk, de azért a komoly dolgokról, akár világnézet, hídbeli dolgokról még véletlenül sem beszélünk, nehogy a másiknak az érzékenységét megsértsük. És hát mondjuk ezt csinálja most Európa, érdekes módon csak a keresztény dolgokkal van így, hogy azt nem szabad előhozni, más világvallásoknak, meg más ilyen világnézeteknek a egészen fura dolgait, azt lehet propagálni, meg sokszor bűnös dolgait, az nem számít. No, ez van Lukásnál. Máténál a törvényesség az nagyon fontos, hogy már az Ószövetségben is ott volt, hogy az Isten törvényeinek a megvalósulása rendet hoz ebbe a világba. És ezért a törvényeket meg kell tartani. De miután
Jézus egy új törvényt hozott, ezért mondja Máté evangélista, hogy Jézus az Ószövetséggel szemben a beteljesedésnek a művét alkotta meg. És gondoljunk a hegyi beszédre, a többször ugyan nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. És akkor ott van a nyolc boldogságok között az egyik ilyen boldog mondás, hogy boldog a békesség szerzők, nem a békességesek, a békesség szerzők, akik azért már fáradoznak, őket Isten fiainak fogják hívni. Ott ez a boldog mondás valamiképpen egyszerre hát immanens és transzcendens, tehát földi és örök életre szóló. Ez kapcsolódik a szelídséghöz, mert a békesség szerzés az valamiképpen mindig a szelídsége lehet kapcsolatban, hiszen agresszív emberek nem tudják megvalósítani a békét, azok háborúskodnak. És a szelídségnél pedig azt mondja, hogy boldog a szelídek, övég lesz a föld. Most ennek is két értelme lehet, hogy ha háborúság van, akkor sose lesz a földön béke. És ugyanakkor transzcendentálódik az üdvösségnek a földjére a szelídségnek a jutalma. A kettő összefügg, és hát valóban ezt látjuk a mikorunkban. Annak idején a Fritz Bade könyve, az még a 60-as években íródott, profétai könyv volt, még mindig lehet haszonnal forgatni, versenyfutása 2000. évig. És pontosan a jövőképbe azt szövi bele, hogyha 2000-ben, most majd elhaladtuk 22 évvel, érdemes lesz a Földön élni, akkor meg kell, hogy valósuljon Jézus szava, hogy boldog a békesség szerzők és boldog a szelídek. És hát nem ezt tapasztaljuk? Miután nem valósul meg sem a szelídség, sem a békesség szerzés, ezért az életünk egyre nehezebb, némely helyén pedig hát egyenesen ilyen földi pokollal egyenlő. Hogy mennyire így van, már ez a föld is, de ott az örök élet földjére, az üdvösségre gondol. Tehát ez Máténál van, aki ugye a törvényt, a beteljesített törvényt hozza. A János evangéliuma pedig az, ami már egy ilyen kiérett visszatekintés Jézus művére, az utolsó vacsorai hagyatékára, Jézusnak a testamentumára, amit ott elmond az utolsó vacsorán, és mondja, hogy az én békémet hagyom rátok, és nem a világét. Mert a világ békéje az sokszor a fegyverkezése egyenlő. Ez a béke, ez az Istennel, egymással, embertársainkkal való egyességet és nyugalmat jelenti. Szent Pál apostol pedig hát a megváltása hozza a kapcsolatba a békességet. Hogy Jézus meghal, mert azt mondja, a legnagyobb oka annak a békétlenségnek, amit mi a világban tapasztalunk, hogy az ember nincs békében az Istennel. Ugye ez a megváltásnak a lényeg, hogy nincs békében az ember az Istennel. És eljön Jézus Krisztus közénk, megváltói életáldozata, az mindegy rendet hoz, kiengesztelte önmagával az emberiséget, Istennel, vagy Istent az emberiséggel, a Krisztus vére megváltást hozott. Ez Szent Pál apostolnál jön elő, hogy ez lett a megváltásunknak az ára és az eredménye, hogy Istennel békességben lehetünk. És ennek következtében, mire a megváltás
elhozta az Istennel való kiengesztelődését az embernek, illetve az Isten megbocsájt neki, kiengesztelődik vele, ezért az ember és ember között is könnyebb lesz a béke. Sőt, azt mondja, hogy még a válaszfalakat is, az addig nagyon erős válaszfalakat, ami ott a zsidók körül volt, hát a zsidók számára a pogányok voltak a válaszfal, hogy azt is lebontotta, hogy most már az Isten gyermekei vagyunk, mindannyian, lebontja ezt a válaszfalat, sőt az emberek között is, még ezt is nem úgy érti a Szent Pál, mint most ezek a mai ilyen elferdült mozgalmak, hogy nincs férfi és nő közt különbség, hanem azt mondja, hogy az Isten gyermekei egyforma jogokat és egyforma szeretetet kapnak az Istentől, legyenek férfiak és nők, de még a társadalmi különbségek is ebben tudnak feloldódni, holott talán megmarad még a rabszolgatartó rend, mert a kereszténység azt nem forgatta föl azt a politikai rendet, de belülről átalakította. Azt mondta, hogy ti gazdák, szeressétek a szolgáitokat, és hát épp ott a Filemon levél, hogy a megkeresztelt rabszolgának most már olyan jogokat ad Szent Pál, azt mondja, hogy hát most már a testvére vagy az uradnak is, szól az úrnak is, hogy most már ne úgy fogad, mint rabszolgát, hanem a testvéredet. Külsőleg lehet, hogy megmaradnak ezek a rangbeli különbségek, de belülről ti már testvérek vagytok. Tehát, hogy ezt hozza a megváltás, mondja Szent Pál apostol, ezt a békességet. És hát az eszkatológikus béke távlat pedig, hát azt, hogy a Földön nagy realitással lehet mondani, hogy sose lesz teljes béke, bár törekednünk kell rá, de amikor befejeződik a világ történelem, minden Jézus Krisztus uralma alá kerül, akkor megvalósul a messiási béke, és az üdvösség így kiteljesedik majd, mert az üdvösségnek lehetne egyik fajta jellemzője a béke. Érdemes arra is gondolni, hogy a liturgia, mely végül is a Szentírásnak egy eszenciáját adja a kinyilatkoztatásnak, az is hozza a békét többször, hát kezdve a szentségeknél is, a feloldozásnál is, de ha csak a szentmisére gondolunk, a mi atyánk utáni szöveg, vagy az minden mi atyánk végén elmondjuk a Jézus utolsó vacsorai szavait, hogy az én békémet hagyom rátok. Akkor utána felszólít bennünket a liturgia, hogy hát akkor ti is békességben legyetek, engesztelődjetek ki egymással, mert ha mész áldozni, és nincs benned béke, akkor nem jársz helyesen. Békülj ki előbb, benne van a Szentírásban. Van haragosod, békülj ki előbb. És azért akkor ott engesztelődjetek ki egymással. Akkor még ott van az Isten bárányot. Kérjük, hogy irgalmat, hogy bocsássa meg a bűneinket kétszer, utána meg azt mondjuk, hogy adj nekünk békét. És mi van a végén? A végén azt mondja, hogy Szent Mise véget ért, menjetek békével. Ugye? Tehát végig viszi mindig a liturgia is ezt a béke gondolatot, hogy bennünk legyen. És hát az a teljesség, ez majd csak az üdvösségbe valósul meg. Az egyház történetében ez a biblikus gondolkodás, ez nem maradt nyomtalanul, bár azt lehet mondani, hogy itt is fejlődés van, mint a kinyilatkoztatásban, az egyes megnyilatkozásokban, az egyes zsinati dolgokban, vagy kijelentésekben kiteljesedik a békéről szóló tanítás. Hát csak a legújabb időkre gondolok,
mondjuk egy 60 évre, akkor láthatjuk azt, hogy tel is tele vannak a pápai és zsinati szinodusi megnyilatkozások a békéről szóló tanítással. Hát épp a 23. János pápa által kiadott Pacem in terris kis apostoli levél, vagy hogy is van mondva, enciklika, ez egy nagy mérföldkő volt, nem mint hogyha 12. Pius nem akarta volna a békét, vagy 11. Pius, de akkor egy kiélezett helyzet volt, és miben változott a régihez képest ez az időszak? Abban, hogy azok a dolgok, amelyek korábban még olyan egyértelműsíthetők voltak, hogy van egy háború, meg van igazságos háború, meg hősök vagyunk, meg megvédünk ezt, meg azt, ez nagyon átértékelődött, mert a technikai fejlődés a totális háború rémét vetítette föl, ami abszolút pusztulással jár, és ekkor nincs arról, hogy érdemes, mert nincs arról szó már, hogy igazságos-e a háború, ha minden elpusztul. Ha most itten átviszem a mai időkre, azt mondjuk, hogy na, mi adunk patriót rakétákat, ti meg adtok ezt, de minden elpusztul, akkor mit érünk vele? Ha nem csak egy ország, egy földrész, egy világ elpusztul, akkor le kell tenni úgy, hogy azt mondjuk, hogy félretesszük ezt a gondolatot, hanem akkor legyen tűzszünet és tárgyalás. Na most ez a kubai válság idején volt, amikor 23. János pápa kiadta, és érdekes módon két hónap múltán megjelenhetett a magyar kiadásban is Szent István társulatnál. Mert például a II. Vatikáni zsinatnak az okmányai 10 év múltán kapták meg a teljes kiadási lehetőséget, nem minthogyha nem lett volna meg előtte, már meg ne tudták volna lefordítani, de voltak benne olyan dolgok, vallásszabadság, hasonlók, amit nagyon kényesnek tartottak, és azt mondták, hogy akkor nem lehet publikálni Magyarországon. De miután itt a békéről volt szó, és hát végül is hozzájárult maga a pápa is az orosz-amerikai konfliktus megoldásához, a kubai válsághoz, ezért hozzájárult a hatalom is, hogy ezt a kis könyvecskét kiadja, és hát ő még a természetjogra épít, vagyis azt mondja, hogy az Isten beleteremtette az emberbe a béke utáni vágyat, és benne van az emberi természetben, mondja 23. János pápa, a békét a földön, melyet az összes emberek a világon minden időben hőn óhajtottak, nem lehet másképp megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istentől alapított rend szent megtartásával. És erről hosszan értekezik, hogy benne van az emberi természetben a béke utáni vágy, a racionalitás, az igazság, és így tovább. Ma már se lehetne mondani, mert a természetet főforgatták. Ma már nincs az, hogy ez a természetnek a rendje, meg van természetjog. Hát a legalapvetőbb, axiomatikusabb dolgokat, hogy valaki férfi vagy nő, főforgatják. Tehát ekkor még a más világnézeten lévők is azt mondták, hogy van bennünk egy rend, állítsuk helyre. És erről értekezik a pápa, és mondja, hogy hát ugyanaz, hogy a nagy fölfegyverkezés nem viszi előre a világot, és mindenki próbálja meg a békesség útját keresni, és ugye azt mondja a 23. János pápa, ugye más helyütt is, hogy ebbe az ügybe, ha kell, akkor még a nem hívőkkel is, idézőjelbe teszem, a kommunistákkal is tárgyalni kell, csak hogy béke legyen a földön, és ne legyen háború. Tehát ez egy nagyon nagy mű volt akkor, ez a béke a földön, és ennek ismeretében a II. Vatikáni zsinat, ugye több
iratot adott ki, konstitúciókat, alapokmányokat és különböző határozatokat, de az egyik alapokmány volt a Gaudium et Spes, öröm és remény, félelem és szorongás, így folytatódik, van bennünk a világ sorsát illetően. És ez az alapokmány az egyházról a mai világban szól, amelynek van egy nagyon komoly fejezete, a béke védelme a népek közösségének kialakítása címen, és végül is ezt a konstitúciót idézik, veszik elő, aztán később a pápai megnyilatkozások. Tehát ez egy olyan alapmunka már, ami akár II. János Pálnál, ő is több ilyen apostoli iratot adott ki, 3. évezred, tertium millenii, unum sint, meg több ilyen megszólalása, békevilágnapi körleveleik voltak, de akár egy 16. Benedek, mind-mind visszanyúltak erre. Vagy a békevilágnapi gondolatok, mint amit most Ferenc pápa adott ki január 1-ére. Na hát ebbe mondjuk, ezt most én nem tudom részletesen ismertetni, de itt szól a béke természetéről, és azt állapítja meg, hogy az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett. A béke őrzése az egyes személyektől, a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig az éberségét kívánja. Tehát, hogy az embernek a természete az nagyon bűrehajló, ezért soha nem lesz paradicsomi állapot a Földön. És akkor beszél a háború elkerüléséről, még azt is mondja, hogy itt nem lehet hivatkozni a vak engedelmességre. Ugye a háború után volt a németeknél, hogy parancsra tettem, és hát ezért elkövettek szörnyűséget, de ugyanazt csináltak az oroszok is, csak őket nem vonták akkor felelősségre. Tehát nem lehet erre hivatkozni. És van itt egy olyan tanítás is, amit különösen bizonyos lelkiségi mozgalmak, amelyek nem akartak háborúskodni, erre hivatkoztak, de ezt se akarták kiadni, mert akkor megtagadhatták a katonaságot, ugyanis azt mondja, hogy méltányosnak látszik továbbá, hogy a törvények megértően intézkedjenek azokról, akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, de készek békés formában szolgálni az emberek közösségét. Itt is volt Magyarországon még katolikus berkékben is, hogy nem háborúztak, vagy nem akartak katonáskodni. Persze akkor, amikor aztán bevezették a polgári szolgálatot, és dupla időre emelték a katonai szolgálattal szembe, akkor már ez úgy lassan úgy el is múlt. Most még miután, hogy így mondjam, zsoldos katonaság van már, ez nem okozhat lelkiismereti problémát. Aztán a fegyverkezési verseny maximális elítélése van, hogy méretetlen pénzt fordítanak egyre újabb és újabb fegyverek gyártására. Nem lehet orvosolni a mai világban tapasztalható sokféle nyomorúságot, és ezt részletezi. Hát pontosan így van. Az ukrajnai háború költségeit, ha az éhezésre, a minden más nyomorúságra tudná az emberiség fordítani, akkor egész más helyzet lenne. A háború általános tilalmáról szól, hogy itt a nemzeteknek, a nemzetközi szervezeteknek kell vezető szerepet vinnie, és akkor itt hozzá azt mondja, hogy ne csaljon meg minket a hamis reménység, ha ugyanis félre nem teszünk minden ellenségeskedést és gyűlölködést, ha nem kötnek szilárd és becsületes egyezményeket a jövendő egyetemes békéről, akkor már is súlyos veszedelemben forog
emberi, forgó emberiség bármilyen csodálatos tudománnyal rendelkezik, megérheti azt a gyászos órát, melyben a halál szörnyű békéjét tapasztalja meg. Mindazonáltal Krisztus egyháza, miközben ezeket mondja, e világ szorongatásai közepette nem szűnik meg erősen remélni. Korunkban újra meg újra, akár alkalmas, akár alkalmatlan el akarja mondani az apostoli üzenetet. Íme most van az alkalmas idő, hogy megváltozzanak a szívek, íme most van az üdvösség napja. Ezért aztán például 16. Benedek egyik béke világnapi üzenetében, egy 2007-ben jelent meg, nagyon alapos béke világnapi üzenet volt, arra építi föl, hogy az emberi személy a béke szíve, onnét indul ki az egész, és az igazságosság a föltétele, a jogok és kötelességek harmóniája, és hogy két dolgot nagyon el kell ismerni, hogy béke legyen a Földön az élethez, és a vallás, a szabad vallás gyakorláshoz lehetőséget adó jogokat. Tehát, hogyha nincs az élethez való jog, születéstől, a fogantatástól a halálig, akkor állandó békétlenségben vagyunk, és ugyanígy az ember hitét, világnézetét szabadon gyakorolhassa, és beszél a béke ökológiájáról. Azt mondja a pápa, hogy a természet ökológiájáról sokat beszélünk, hogy meg kell tartani a természet rendjét, de a béke ökológiája az mindig ember és ember, emberi közösség és emberi közösségek között van. Hát az is egy nagyszerű gondolatokat nyújtó béke világnapi üzenet volt, és ma is nagyon is időszerű. Az idei, tehát Ferenc pápa először a Covid-dal való találkozásunkra fordítja, hogy hát örültünk, hogy kiszabadultunk belőle, és itt van a új háború, és azt a szellemes mondát állapítja meg, hogy, vagy teszi, hogy a Covid-nak megtaláltuk a vakcináját, az ellenszerét. De úgy látszik, hogy a háborúnak nem akarjuk megtalálni az ellenszerét, mondja a pápa. És hát, hogy ebben a sötét órában, amiben vagyunk, és egy ilyen alagúthoz hasonlítja, és mindig mondja, hogy a harmadik világháborút éljük részletekben, ebből csak akkor lehet kijönni, hogyha az ember átalakul bensejében, és a jó akarat az mindig kapcsolódik az Istenhez való fohászkodással, mert a béke emberi erővel meg nem valósítható, hiszen rossz akarat bennünk van, ehhez kell az Isten kegyelme és az Isten áldása. Assisi Szent Ferenc így imádkozott: Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértést, oda megbocsátást, ahol széthúzást, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétel, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak, inkább én törekedjen másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen. Áldott karácsonyi ünnepet kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.